teszem közé, kérjük a középre is, akkor nem kell az. Hát sajnos nem a legjobb eredmény született most a mai mérkőzésen, egy pár gondolatot mondaná erről. Hát nagyon csalódottak vagyunk, mert nagyon nyerni szerettünk volna. Lehet, hogy ez egy, hogy mondjam, egy kis görcsösséget is okozott, mert nagyon rosszul kezdtük el a mérkőzést. Tehát így nem lehet elkezdeni. Sokkal nagyobb energiával játszott a Sopron, egy kicsit megilletődött el, kezdtünk, én úgy érzem. Viszont gratulálni kell nekik, mert nagyon jól játszottak, tehát nem is tudom hány százalékkal dobtak, de rengeteg hármast bedobtak, jó százalékkal, okosan játszottak. Mi mindent megtettünk, amúgy nem, tehát nem az volt a probléma, hogy bárki is félváról vette volna ezt a mérkőzést, egyszerűen nem jöttek össze a dolgaink, és most sajnos ebből egy vereség lett, ami nagyon fájó nekünk most jelen pillanatban. De most jön a szünet, ki kell mindenkinek tisztítani a fejét, pihenni egy kicsit, és jövő héten nekiállunk szépen új erővel a munkának, és nincs mese, a következő 6 meccsből 5-öt meg kell nyerni, hogyha bármit is akarunk. Tehát ez most már élethalál mes lesz mind. Hát úgy kell felkészülnünk ebbe a következő időszakba, hogy bizony mindenkinek totál oda kell magát tenni, és én bízom a csapatban, hogy ez sikerülni is fog. Köszönöm. Egy pár gondolattal akkor te is kiegészíted, hogy látod a mérkőzést. Tényleg először gratulálunk a Sopronnak, mert a játék minden elemében jobbak voltak, mint mi védekezésben, támadásban. Tényleg talán egy kicsit túl görcsöltük ezt a mai meccset, egyszerűen ilyen energiával nem lehet elkezdeni hazai pályán egy meccset, ahogy ezt mi tettük. Lassak voltunk, fásultak, talán egy kicsit lehet most ittuk a kaposvári túlórának a levét. Fel kell állni, tényleg a célunk továbbra is ugyanaz, mint eddig, és tényleg azt nem kell felejteni, hogy ez a csapat most is ugyanaz, mint aki Kaposváron meg az elmúlt 3 meccsen nyert. Most lesz egy kis időnk összeszedni magunkat, ezt ki kell használni, és javítani kell a játékunkon mindenféle szempontból, és tiszta fejjel kell visszajönnünk a célegyenesre. Köszönjük. Köszönjük.